Molnár Ferenc az ördög. Azt hiszem, azóta sem született akkora szerző, akit olyan sűrűn játszanának a világ színpadain, mint Molnár Ferenc. Az ördög című három felvonásos vígjátéka különösen fontos a magyar színházművészet számára. Minden színész vágya egyszer eljátszani magát, az ördögöt. Tudjuk, hogy a magyar nyelvben az ördögnek rengeteg kifejezése van. Az ördög vigye el, az ördög a részletekben lakozik, ördögöd van, és sorolhatnánk még tovább. Tehát egy nagyon nagy provokáció, és az anekdóta számon tartja, hogy abban a színházban, ahol ezt a darabot műsorra tették, mindig történt valami nagyon ördögi. Nálunk az történt, hogy nagyon nagy sikerrel játsszuk két év óta Balikó Tamás rendezésében. Balikó Tamás Pécsről érkezett, mivel régóta tudott az egyetemünkről, és nagy kedve volt ezzel a mester is évfolyammal együtt dolgozni. Ők az idén lesznek színészek, az első olyan évfolyam, amelyik 5 éven keresztül végezte a színházművészeti tudományok tanulmányozását, nem más, mint Farkas Ibolya vezénylete alatt. Nagyon jó előadás lesz. Színház, az egész világ, ahogy mondta Shakespeare. Itt minden lehetséges. Szegényből lehet gazdag, gazdagból lehet hirtelen szegény. A szerelmeinket elnyerhetjük egy fél óra alatt, elválhatunk egy perc alatt. A férfiből nőt csinálhatunk, a nőből pedig férfit. Persze ma este is lesz ilyesmi. Anna Máriából, aki egy szép lány, András lesz, mert a szükség még nálunk is nagyúr. András, készen vagytok? Kezdhetjük. Kezdhetjük. Kérem, nagyságos úr. Mi van? Itt a cinka. Hol? Bent a műteremben. Menjen haza, nem kell. Nagyság, ma nem kell modell. Ma nem festesz? Nem. Alá szolgálja! És holnap? Holnap sem. Alá szolgálja! Te már nem szeretsz engem! Te már nem szeretsz engem! Na, kezdődik. Már őszóta nem szeretsz! Én mindjárt láttam, amikor te képeket kezdtél festeni, mert amikor szeretsz, mindig az aktomat fested. Tudom én, mit jelent az, amikor a tájképek jönnek. Buta vagy, cinka? Tudom. Felöltözve minden modell buta. Na, elég szépen haza! Csak küldj! Menjek szépen haza! Már egy hete úgy megyek el innen, hogy le se vetkőztem. Hát mi vagyok én? Tudok én ám mindent. Igen? Nézd rám! Nézd csak a szemembe! Te megnősülsz! Merd a szemembe mondani, hogy nem. Nem. Majd pont te nem mered a szemembe mondani. Egy Tóth Elza nevű lányt veszel el, a barátod felesége, a Lászlóné intézte a dolgot. Edd a szemembe! De hiszem meg, mindegy. Mert te a szemembe mondasz akár. És most mit akarsz tőlem? Semmit.
Semmit. Egy ilyen szegény akt, mint én, nem akarhat semmit. Mert ha ti meg akartok nősülni, mi aktok csinálhatunk akármit. Úgy is elveszitek a privátot. Csak mondd legalább, hogy szeretsz. Hümmögsz. A régi szeretőm a nára is szebben hümmögött. Neki úgy hümmög, ahogy tud. Hú. Ezt is csak egy akttal lehet csinálni. Ismerem én már a festők szerelmét. Előbb édesem, drágám, Fornarinám. Micsoda háta, micsoda keble, micsoda vonala. Aztán később sárga a bőröd, sárga a bőröd. Aztán még később, ma nem érek rá, aztán jönnek a tájképek, és püff. Vége. Szeret. Igen. Ha úriember volnál, most megígérnéd nekem, hogy elveszel feleségül. A Nárai az úriember volt, az mindig megígérte, nem volt smucig. Unsz. Unsz. Hiszen ha unnálak, már rég szakítottam volna vele. Na gyere, édes kis unalma. Menj, angyalom haza. Menj, menj szépen. De hát, holnap se jöjjek. És holnap után se? Nem! Hát már soha nem fogod megfesteni az aktumot. Hát majd este, elmegyek hozzád, és Lászlóékhoz már csak 11-kor megyek. De hát hogy fogsz festeni nálunk, hiszen nem látsz? A gáz nincs bevezetve, csak a petróleum lámpai. Hát majd elfújjuk, szervusz! András! Szervusz! Na, fiam, én csak idehoztam az asszonyt, én már szaladok is vissza az irodába. Hát, magánál. Ilyen? Ugye furcsa, cifra szemétdomba. Előbb azt gondoltuk, hogy nem a kezd el festeni az arcképét, ha 6 évig tudtunk rávárni, ráért volna még holnapig. Az asszonyt annyira idegessé teszi ez a készülődés erre a mai estére, hogy idehoztam. Tudod, hogy ez a házszentelő az első estéjük? Muszáj volt, fiam. Annyi revánssal tartozunk. Bár már túl lennénk rajta. Én utálom a flancot. Én Freebody-nál tanultam az üzletet Londonban. Annak 90 milliója van, és még soha nem adott estét, csak ezen a nyomorult Pesten kell. Na, hányra jöjjek az asszonyra? Korán sötétedik, 3/4 óra múlva már nem lehet pingálni. Tehát? 4 óra körül. Ez a két kicsoda? Egy modell. Megmertem volna rá esküdni. Az, aki az imént lejött a lépcsőn. Ja, a sejjem cinka. Ezt meg kell nézni. Azaz nem is kell megnézni, mert minden perc drága. Remélem most már végeztél az ilyen cinkákkal. Te is oka vagy, hogy ezt az estét adjuk, ugye? Bizony. Ma fog végleg beleszeretni Tóth Elzába. A legjobb akarattal megyek. Visztek a Vágóhídra. Nőszülni, nőszülni. Milyen boldog lennék. Hát még én. Megyek. Az emberem minden percben telefonálhat filméből a kukorica ügyében. Nem félsz itt hagyni az asszonyt? Megmondjam őszintén? Azért sietek úgy, mert attól tartok, hogy a végén még meggondolom és visszaviszem. Féltékeny vagy? Ha az útjak, akkor nem. Ha nem félnék, hogy komikussá válok, azt mondanám, gyerekek, vigyázzatok magatokra! Na Isten áldj! Mi az? Megijedt valamitől? Nos? Csak tudja most, hogy Alfred elment. Úgy érzem magam, mintha ott hagytak volna valahol. Hogyan? Ilyen érzésem gyerekkoromban volt, amikor a mama ott hagyott, Dresdában, a panzióban. Hogy most majd kint maradok egyedül az idegen életben.
Most majd magamnak kell gondolkodnom. Hat éve nem bolygattuk ezt a kérdést. Most valahogy magától kipattant, de én már hetek óta éreztem, hogy ez szóba fog kerülni köztünk. Pedig milyen édes. Csöndes nyugalom volt, hogy hat évig egy szót sem beszéltünk róla. Én nevelő voltam az ura családjában, és ott voltam, amikor először említették, hogy Alfrédnak feleségül kell vennie magát. Ez annak a napnak az estén történt, amelynek délutánján mi megcsokoltuk egymást. Gyerekek voltunk. Én ágról szakadt szegény fiú voltam, aki Alfredot meg a nővéreit rajzolni tanítottam. Maga pedig meg még szegényebb volt, mint én. Egy szomorú csók, aminek most már az emléke is kihűlt. Kihűlt, János. Józan emberek lettünk, és már nem beszélünk róla. Nem. 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 Maga feleségül ment Alfredhez. A szegény hivatalnok lánya az udvari szobából az Andrássy útra került a László palotába. Én meg külföldre mentem az ő pénzükön. És egy év múlva megjöttem, és még mindig szerettem. De akkor már szenvedéssel, lemondással. És az első napon, amikor fölmentem magához, és egyedül találtam, már én is úr voltam. Ismert ember voltam, díjakat nyertem. Úsztam a pénzben, maga meg a saját palotájában állt, talpig sejemben, gyémánkban. De amikor egymásra néztünk, mégiscsak az a régi két kis koldus tekintete találkozott. De akkor már nem csokoltuk meg egymást. Édes János, hagyjuk ezt. Itt vége is van. Azóta hat év telt el. Az ura barátja lettem. Sose mertem felajánlani, hogy lefestem, mert féltem ettől. Ezt maga is érezte, sőt, az ura is érezte, hát lemondtam erről is. Van-e még egy ilyen történet ezen a világon? Én nem szégyellem magamat érte. Édes. Becsületes. Jó barátom. No, megnyugodott, most már nem fél, ugye? Csak az uram hangja riasztott meg. Ő tudja, majdnem tudja, hogy mi hogy voltunk, de soha nem gondolt semmit. Soha. Csak most őt is megzavart, hogy ide jöttünk. Mert hát hat évig nem jöttünk. De most itt vagyunk. Igen. Ezt ugye gondolatokat ébreszt, és én félek attól, hogy gondolkodnom kell. Ettől ijedtem meg, és ettől féltem, de nekünk már nincs, amitől félnünk. Mi már nem szeretjük egymást, és még az is szép tőlünk, hogy erre az emlékre emlékszünk, igaz? Igaza van. Hiszen ha szeretnénk egymást, maga nem nősülne meg, igaz? Úgy van. De megnősül. És tudja jól, hogy boldog lesz, ha megnősül, és azt is tudja, hogy én is boldog leszek, ha megnősül, mert én akartam, hogy megnősüljön, és én szerzek magának szép, okos feleséget. Igen. Igen. Hát most ne gondoljunk semmit, jó? Jó, és? És térjünk a tárgyra. Jó napot kívánok, művész úr. Azért hittem, hogy tessék engem lefesteni. Az este emlékezetből csináltam a képhez egy vázlatot, hiszen már sokat csináltam. De most egészen másképpen látom. Miért? Nem tudom. Tegnap még csak a felszínét láttam, de most itt megint belülről látom. Úgy ragyog a tekintete, mint a gyémánból a tűz. Az Istenért, János, megegyeztünk, hogy vége. Nem tudtam egyszerre, majd lassacskán megint abba hagyom. János, vagy a festéket, a palettát is, gyerünk, ha már itt vagyunk, essünk túl rajta. Igaza van, akkor essünk túl rajta. Hát kezdje, mit kell csinálnom? Mindenek előtt vegye le a kalapját és a kabátját. Nem! Nem szabad rólam semmit levennie. Parfümözi a haját? Nem. Akkor ez a haja természetes illata. Most tanulmányoz? Igen. Az ura azt kívánja, hogy melkép legyen a portré. Igen. Az övé lesz a kép, ő parancsol. Én tudja, egész alakot szerettem volna kalapban, utcai ruhában, de... Igen, ő dekoltált melképet akar, sállon, a vállunk körül. Parancsolj. Ez ugyan kis édeskés, de ha neki így kell, már elő is kerestem egy csomó sálat. Tehát? Tehát melkép. A nyaka szabadon. Igen. Hát akkor siessünk, mert sötétedik. Itt vannak a kendők, a skatujában van tű, én majd bemegyek a műterembe addig. Menjünk. Hát addig, amíg maga ahhoz, hogy a válasz szabadon legyen, a blúzzát le kell. Hogyan?
mintha otthon volna. Én bemegyek a műterembe, és ezt az ajtót zárja magának. Hű, hogy esik a hó. Esik? Nagyon. Nem. Ma inkább nem. Most valahogy nem érzem jól magam, és talán holnap elhúznám a szobalányomat. És ha megkérdezi az ura, hogy miért, de különben is, ha ezt az ajtót itt bezárni, akkor... Hű, hogy esik. Hogyha így esik ilyen nagy jégben, akkor ez elfogja a világosságot. De nem baj. Legalább keresnek a szegény emberek. Margin, a szívem elejtett valamit. Engedelmet kérek, én ebédről jöttem ide. János nem volt itthon, vártam. Aztán ebben a nagy székben elnyomott az álom. Bocsásson meg, hogy éppen akkor keltem föl, amikor ön le akart vetkőzni. Kérem. Tudom, asszonyom, tudom, ez gyanúsítás. Ön azért jött ide, hogy... Az arcképemet meg igen. Én egyszer a feleségemet egy fogorvosnál csíptem rajta. A gyanúsítást ő se tűrte, így aztán becsületből ki is húzatta egy egészséges fogot. De én nem azért vagyok, hogy kérem, én tudom, hogy... Én tudom, hogy önnek igaza van. De ha akarom, hiszem, ha akarom, nem. Az igazsága nincsen lenyelhető formába öltöztetve. Mesztelen igazság. Legalábbis félig már mesztelen. Én... Nem is tudom, hogy tűröm ezt a hallatlan beszédet egy idegen embertől, aki meglep, és... János! Szervusz! Hát már nem emlékszel rám. Monte Carlóban. Azon az izgatott nap. Tudom. Ősszel, amikor minden pénzem elveszett a ruletten. A hátam mögött állt egy sötét tekintetű ember. Te voltál, még meg is ijedtem, mert úgy rémelt, hogy előbb a krupé helyén is te jöttél. És mikor vesztettem, vigyorogtál rám. De emlékszem, feltűnt, hogy amikor minden elveszett, ismeretlen egy marék zsetont nyújtottál felé. De te visszautasítottad kérő arccal. Aztán elfogadtad tiltakozó arccal. 5 perc alatt visszanyertem vele mindent, és még nyertem rá 20 000 frankot. Babonás elej volt annak a marék zsetonnak, emlékszem, feltűnt, hogy amikor átadtad, a kezedtől meleg volt, szinte forró. Aztán visszaadtad, és azt mondtad, hogy vacsorázzunk együtt. Én meg mondtam, hogy sajnálom, de este utazom Spanyolországba, hanem majd meglátogatlak otthon. Mikor egyszer szükség lesz rám. Hát most itt vagyok. Igen. Isten hozott. Pardon, magam jöttem. Én elaludtam ebben a székben. Én világosan emlékszem, hogy amikor az urammal ide mi bejöttünk, ez a szék üres volt, nem ült benne senki. Akkor talán én tévedek, asszonyom. Bemutatlak, a nevedet igazán nem... A név csak akkor fontos, hogyha az ember maga nincs jelen. Mert akkor a név egy írott arc, de ha az ember maga is itt van, akkor mindegy. Na, válasz. Kovács Szabó Dürrenmayer mellékes? Na, mondjuk Kovács. Ha akarod, doktor Kovács. Doktor Kovács. Más körülmények közt most venném a kalapom és elmennék, de a tapintat kötelez, hogy ebben a kínos percben is a nyakatokon maradjak. Még most sem tértem magamhoz ebben a kínos percben. Képzelje, János, ez az úr megengedte. Régen halt meg a férje. Nem, kérem, nem vagyok özvegy. Elváltak? Nem. Akkor én nem értem, hogy az öntért inzultusról miért egy harmadiknak panaszkodik. Ez a férj ügye. De ha te parancsolod, akkor én neked is állok rendelkezésedre. De ez esetben, asszonyom, ez beismerés.
Mi ez a titokzatosság? Én nem értek semmit, maga. Te ide pottyansz hozzám, azt se tudom, hol jöttél be, mikor jöttél be. Hideg futkároz a hátamon, és úgy viselkedsz, mintha itt bárkit is valami, elnézést, ki kell mondanom a szót. Rajta kaptál volna. Igen, igen. Hát én velem most gorombáskodni is lehet, mert én nem hetek el. És miért nem? Mert ez azt jelenteni, magatokra hagylak. Pardon, hogy megzavartam a mulatságot. Az itt maradásom bizonyítja azt, hogy nem gondolok semmi rosszat. Én pedig ezt a szívességet nem fogadom el ajándékba, ez nekem jár. Na, ha már így rendben vagyunk, akkor beszéljünk valami másról. Esik a hó. Készül valami szép a tavaszi tárlatra? Talán küldök valamit. Asszonyom, megengedi? Temperamentumos asszony, szép asszony. Igen. Kár, hogy nem szereti az urát. Hogy honnan tudom? Onnan? Hogy amikor bajba volt, te jutottál eszébe. Ez nem szereti az urát. Az ura tehát vagy ordinári ember, vagy lángész. Ezt a kettőt nem szokták szeretni. Az asszony nem szereti a földszintet, mert attól fél, hogy valaki bemászik az élete ablakán. A magas emeletre meg hát ugye nehéz följárni. Az ő ideájuk a fél emelet. De már másodszor láttam a vállát. Micsoda? Először Párizsban, a Louvre-ban. Akkor egy afroditi szobor válla volt. Ugye olyan? Nem tudom. Hát én melyiket nem láttad? Az afroditit. Láttam. Hát akkor hidd el nekem, mert én olyan szerencsés vagyok, hogy mind a kettőt láthattam. Alkménész óta csak egy szobrászt ismerek, aki ilyen vállakat gömbölyít. Kicsoda? A jólét. Ilyen finom, puha vonalak csak olyan nők testén vannak, akik nagyon finom ételeket esznek. Ez a nő egy milliómosnak a felesége. Te, most öltözik? Igen. És valami teremben tükör? Van. Akkor ez egy tisztességes asszony. Aki tükör mellett is ilyen sokáig öltözik, annak nincs gyakorlata a vetkőzésben. Nekem ugyan semmi közöm ez a hölgyhöz, de ez ízléstelen volt. Ez sértő szándékkal mondtad? Igen. Akkor te is tisztességes ember vagy. Aki ilyen helyzetben ilyen végtelenül ostobán viselkedik, az csak tisztességes ember lehet. Hány óra? 10 perc múlva itt lesz. Kicsoda? Az ura. Úgy látszik, ön mégsem aludt ebben a székben. De hogy nem. Csak a hány óra az mindig a férjet jelenti, és az asszonyi sejtés mindig pont 10 perccel előre érzi meg a férjet. Ha ez a 10 perc nem volna, több volna az elvált asszony, mint fű a réten. Most már soha nem lesz vége ennek a témának? Én már másról kezdtem beszélni. Időről, tárlatról. János tért vissza erre a tárgyra. János. Én. Egy árva szóval sem. Egy árva mozdulattal viszont igen. Megnézte az óráját, és idegesen az ajtó fele ment. Félt szegény. Ugyan mitől? Attól, hogy az ura aközben találjönni, miközben ön öltözik, és okkal félt. Hát megint ez az ostoba vagy a csinálás, ezt a hangot. Kérem, hadd mondjam el, hogy mi történik. Bejön az ura. Azt mondja. Na gyerekek, itt vagyok. Hadd látom a megkezdett képet. De kép az nincs, ugye? János nem is nyúlt az ecsethez. Ugye? Az ura elcsodálkozik. Hallgat. Megdöbben. Valami furcsa szorongást érez a torkában, mintha nehezen jönne belőle a szó. Hát igen, de ha nem volt festés, semmi, akkor miért öltözik? Na, hát képzelj el ezt a pillanatot. Hárman kínosan bámulnak egymásra. János mond valamit, de akkor már hiába. Nem történt semmi rossz, és mégis baj van. Tudják, mi ez? Ezt kérem, a látszat. A gazságból még kivágja magát az ember valahogy, de a látszat az ragad, mint az enyv. Akármit mondasz, rossz. Akármerre mozdulsz, még jobban beleragadsz. És egy ilyen pillanat az örökre bevésődik a férj szívébe. Hadd váljak barátjává e furcsa helyzet révén, amibe kerültem. Mennek együtt haza. Az ura egy szót se szól útközben. De ha maga azt kérdi, miért hallgatsz, akkor...
akkor már vér csöpög a szívéről. Még ha csak annyit mond is, hogy menjünk kocsi. Ez is rossz, ez is átkos, gyanús, kínzó, emögött is keres valamit. De ha így is volna, hát nem vagyunk ketten. Itt vagy te. Így van. Itt vagyok én, aki egy szóval ki tudja húzni önöket a látszatból. De én furcsa, bolondos, szinte ijesztő természet vagyok. És ahogy magamat ismerem, hát képes vagyok arra, hogy egy árva szót sem szólok. Kínos csönd, aztán ezt mondom. Bocsánat, pardon, hogy én is rosszkor jöttem. Aztán veszem a kalapomat és diszkréten el. Sőt, még dadogok is, hogyha kell. De mi ez a tréfa, hiszen gyalázat, amit beszél? Feltétlenül az, de ez még nem minden. Vagyok olyan korrekt úriember, hogyha most bejön az ura, előbb konstatálom, hogy nincs egy ecsetvonás sem, aztán pedig bocsánatot kérek tőle. Miért? Azért, hogy akaratlanul végignéztem az ön vetkőzését. Kicsoda maga? Valaki, aki kellő pillanatban jött, sehonnan se jövök és sehová sem megyek. Én itt vagyok. Mi ez a csapda? Mit akar tőlem? Belekapaszkodik egy gonosz látszatba, 5 perce ismerem, és a torkomra teszi a kezét. Ez csak a tiszteletjele. Más szép asszony 5 perc után nem oda teszem. No, ezt nem fogok tűrni! Uram! Frakkot hoztak a Szabótól, de nem a nagyságos úr frakja. Jól de... van, tedd be a hálószobába. Az enyém, az én frakkom. Összegyűrődött a táskában, és ki kellett vasaltatnom. A Szabót meg hát ide adresszáltam. Át kell öltöznöm, mert ma este hivatalos vagyok egy estére egy szép asszonyhoz. Városligeti fasor 65, gróf Schellenburg villa. Nem! A gróf már nem lakik ott. Kinevezték követségi tanácsosnak a villát, eladta, mi vettük meg. Én tudom. Beszéltem vele Párizsban. De ott, most mi lakunk. És nálunk lesz estély. Vagy talán megint tévedtem volna. Én nem vagyok meghívva. De igen, meg van hívva. Asszonyom, ön az imént azt kérdezte tőlem, hogy mit akarok öntől. Hát ezt akartam, köszönöm. De az uram, nem el is lesz tőlem ragadtatva. Most jövök Fiuméből és kellemes híreket hozok neki. Az amerikai tengeri füsttől, mert dohos lett a hajó. Az amerikai tengeri füsttől? Hát, mégiscsak szereti az urát. Örül neki egy füsttől? Örülök, mi tudni illik. Hosszra játszunk. Mit jelent az, ha füsttől? Azt jelenti, hogy a nagyságos asszony ura sok 10 000 forintot fog nyerni a tőzsdén. Ő pedig erre a füsthírre megkapja az új toalettet, amit kér. Honnan tudja, hogy új ruhát kérte? Hát a kalap látom új. Mégiscsak kell kérni valamit hozzá, nem? Ön talán nős ember. Nem, de azért meglátom az ilyet. A feleség egyébként is olyan, mint a monokli. Elegáns viselet, de nélküle jobban lát az ember. Miért mondja ezt? Mert maga meg akarja házasítani Jánost, én meg le akarom róla beszélni. De kérlek! De ne szólj bele! Művész, ne házasodjon meg! Az asszony esküszik rá, hogy mint halálig melletted marad, aztán másnap lép egyet is eléd áll. De nem az igazi asszony. Igaza van. De igazi asszony mindig csak egy van. Másnak a felesége. Micsoda cinikus gondolat. Nem, praktikus csupán. Az olyan tigrisnek, amely már fölfajt egy embert, a hátára kell ülni. Mindig meg kell várni, hogy valaki más ugorjon be a szájába, csak ezzel a módszerrel érdemes bemenni az ős erdőbe. De ha már az első férfi, a férj, ha az erős, ha az már megszelidítette a tigrist, azt hogy hívják? Azt állatszelidítőnek hívják, és pénzért mutogatják a nyavajás tigrisével együtt a ketrecben. Nem kell tigrisek közé menni, otthon kell maradni. De te már nem maradtál otthon. Te már elmentél hazúról, amikor művésznek mentél. És ezért otthagytad a meleg hivatalt, a nyugodt polgári erkölcsöt, a fix fizetést. Te már benne vagy a rengetegben, neked már küzdeni kell. Hát ne menj te férnek! Ah! Milyen csodaszép pár lennétek így ketten? Komolyan kérlek! El kell ébredni. Ez az élet kulcsa. De ezt eltitkolják előletek. Te tele vagy tűzzel, tehetséggel. Ez az asszony forró is szív. Nagyon komolyan kérlek, reszket a szívem, amikor a szemedbe nézek. Ne beszélj! Mi 6 éve... Akármit mondasz, a szemed int nekem. De el ne hidd, hazudik. Én a szemetekkel beszélek. A szem az emberi tisztesség biztonsági lámpája. Mikor már minden sötét a hazugságtól, az őreszkető fénye akkor is titkosabb. Ne vágd mindig a szavamba! 6 éve élünk együtt nyugodtan. Jolán nem törődik velem. És én... Na mit fizetsz, ha most a szavadba vágok?
Nem tudom, mit tud erről. De úgy látom, mindent tud. De ha Jánost egy rossz gondolattal is gyanúsítani meri, akkor egy roblott lélek. Hát, rossz ez a gondolat? Dehogy rossz. Jó ez. Jó meleg. Sugárzik belőle minden fényes öröm, ami csak van ebben a ti szomorú életetekben. Csak meg kell érte fizetni. Ha bort iszol, tönkre mész. De amíg részeg vagy, fehér kis angyalkák muzsikálnak a szívedben. Megfizetsz érte, de megéri. A cukortól elvásik a fogatok, de édes volt. A legjobb nótáitokba belehal, aki csinálta. Ez szegény emberi virtus ellökni a bort, a nótát, az asszony száját. Egy szál gyertya megtanít arra, hogy érdemes elpusztulni egy kis melegért, meg egy kis világosságért. Az élet arra való, hogy elégjetek benne. Forni kell, égni, másokon végig kiporni. Én tudom, hogy ez komisz beszéd. Azt mondja a nagy tan, hogy szeressétek egymást. De ezt ti még fiatalok vagytok azzal a rongyos pármillió éves kis életkorotokkal. Ezért voltak ennek a gondolatnak csak aszkétái, vértanúi, hazugjai. Hát ne hazudjunk egymásnak. A diadalmas világ, a kedves és okos komiszaké. Nézzetek rám, az enyém a világ. És az, amit most itt a fületekbe súgok, az mindenkinek a titkos vallása. És ez nem vízzel keresztel, hanem tűzzel. Érted, fiam? Magatokat szeressétek. Járjatok puha bársonyba, igyatok sok édes bort, és csókoljátok egymás száját. Részegedjetek meg, gyermekeim, részegedjetek meg! Az uram. A kukorica. Elkéstem egy kicsit. Sok bajom volt a pincérekkel, és a fiumei ember még mindig nem telefonált. Pardon, László vagyok. Egy furcsa úr, akihez létrával fog menni a halott kép. Van szerencsém. Azt akarja mondani, hogy akasztófán végzem. Na, gyerekek, hol a kép, hol a kép? Égek a kíváncsiságtól. Hadd látom. Nem láthatod, mert nincs. Úgyhogy... Én vagyok az oka. Jöttem és eldiskuráltuk az időt, de a nagyságos asszony elmésen kifizetett az alkalmatlankodásomért, meghívott estére. Igen? Nagyon örülök. Nem jövök üres kézzel. Tegnap Fiumében kukorica királyokkal beszéltem. Jaj, tudom, tudom, baj van, füstöl az amerikai. És az nekünk nem jó? Bizony nem. Életemben először titkoltam el előtted, hogy beszre játszom. Mit csinál az, aki beszre játszik? Magának ás vermet, hogy más essen bele. Megnyugtathatom, az amerikai nem dobos. Nem füstöl? Nem. De az előbb azt mondta. Az egy hajónak a kéménye volt. Hát most már csak meg tudok különböztetni egy tengeri hajót egy hajótengeritől. Furcsálom az értesüléseidet. Én ezt láttam. Talán most már mindent titkoljak el, amit láttam. Ön kereskedő? Nem. De néha a rossz helyen, a rossz időben kereskedem. Azonnal beszélni csak akarok 11 négyszer közt. Akar látni valami rosszat? Akkor javaslom, nézzük meg azt a színvázlatot, amit János tegnap este készített ő nagyságáról. Na, hol van? A műteremben. János, miért nem festett? Én itt maradok, jöjjön ki! Bocsánatot kérek. A művész urat keresi? Igen. Na várjon, fiam, az előszobában most megrendelők vannak itt. De csak üljön le. Na, mindjárt elmennek. Azért akartam magával létszámkös beszélni. Ez hazugság. Micsoda? Akármi, amit mondani akart. Azért akart velem beszélni, mert érezte, hogy az úr a rossz korjöcs magát ez. De higgy el nekem, hogy nem elmondom. Hihette meg, asszony, ne mondja! De ha igazat akarok mondani! Ha igazat akar mondani, akkor csal. Maguk nők csak hazudjanak szépen, így még megértjük egymást valahogy. Most már teljesen az lesz a vége, azt mondom és azt gondolom, amit maga akar. Hát fájdalom, de ott még nem tartunk.
Na, mit parancsol? Meg szeretném kérni, hogy ne jöjjön el ma este hozzánk. Nézze, én becsületes, tisztességes asszony vagyok, és az is maradok. És bánta maga a frivol hangja, a szava, a gondolata és az a rejtett erő, amivel valami célfele megy. Már azon kaptam rajta magam, hogy érdekel, amit mondott, de hál' Istennek az én drága jó uram idejében belekapogott a maga szónoklatába. Jókor jött. Csattanónak jött a mondatom végére. Én néztem a maga arcát, madám. Abban a percben mi hárman egy párton voltunk. Könyörgöm, hagyja abba. Hogyan már fél? Nem! Ne jöjjön el ma este. Hát, el fogok menni. És ha az uram fogja kérni, hogy ne jöjjön el? Az ura azt fogja mondani, hogy menjek. És ha én az uram jelenlétében fogom felszólítani, hogy ne jöjjön el? Alkudjunk. Ha ma itt, délután az ura előtt még egyszer nem hív meg, nem megyek el. De ha meghív, ott leszek. Ez már beszéd. Látja, most kedves volt. Megyünk? Igen. Na, öltöz, fiam. Most látom csak, milyen rossz az bizonyos. A vázas. János, nem fog engem befesteni. Gyere, édesfiam, haza. Hogyan? Ön képviseli Pesten a Rőbadi barátomat? A barátja? Ó, már 20 éve. Most is náluk raktam Londonba. Tudja, hogy baj van. Ön már a második, aki ilyesmit mond. A fiatal Freebody elvesz egy Fleury Ravaren lányt. És hát a Fleury Ravaren cégről egész Európában tudják, hogy a tönk szélén áll. Tudom. Ja, hogy annak a lányát teszi. Az még nem is volna baj. De hogy talpra állítsa a részvényeket, és hogy... Jaj, de hát ez hosszú história, és nekem még fontos dolgom van. De kérem engem, ez roppantul érdekel, hiszen itt az én bőrömről itt szóval. Jó, hát majd egyszer elmondom. Jó. Ma este, hiszen jön hozzánk. Apropó, jó, hogy említette. Épp most exkuzáltam magam a nagyságos asszonynál. Nem mehetek el. Az imént jutott eszembe, hogy ma este még föl kell mennem az angol főkonzulhoz. Akkor holnap reggel? Hajnalban utazom. De nekem szükségem van erre az információra. Erőszakot fogok alkalmazni. Édesem? Kérd meg, hogy jöjjön el. De ha fontos dolga van. Na hát azért fontosnak nem fontos, egy kis áldozattal talán... Na látja. A világért sem akarom, hogy áldozatot hozzon. Aj, de bocsánat, hát most jut eszembe, hogy az angol főkonzul az nincs is Pesten. Így hogyha ő nagysága... Á, nem. No. Jolán! Akkor legyen szerencsénk. Pardon, nem jól hallottam. Akkor legyen szerencsénk! Köszönöm. El? Előbb máshová mégy. Egy műkereskedő. Nősülni jössz, és még mindig műkereskedő? Nem kopogtak? Én nem hallottam. Na, most megint. Alig, hanem itt a műkereskedő. Hát maga a szívem, na tessék. A műkereskedő. Jó esély. A műkereskedő mi? Na, legyünk diszkrétek, gyerünk. A műkereskedő. Szervusz! Maga nem nevet? Nem. Kérem, kisasszony, mindjárt megyek. Kérem, kisasszony, hát ez jó. Kezit csókol. Na, most meghálálom a meghívását. Mindjárt visszajövök ezek közé, mert tetszik tudni, én úgy itt felejtem a téli kabátomat, mint annak a rendje. Ez a gazdám téli kabátja.
Minek jöttél ide? Mit akarsz? Hát nem megmondtam, hogy elmegyek hozzád. Te szégyeltél engem a privát előtt. De hát megmondtam, hogy elmegyek. Mit akarsz? Tudod, lent ültem a kávéházban, és meggondoltam. Mégis, édes János, ne nősülj meg. Összegyűröd a sálamat. Tudod, az előbb még nem bántam. De most, amikor láttam, hogy ezek ide jöttek, a szívemre szakadt az egész ügy. Kérlek, János, ne nősülj meg. Na, hát ne sírj mindig, fiam. Az nem szép. Ugye rémisztően buta vagyok. Igen, fiam. Most kedves vagy, látod? Így szeretlek, hogyha ilyen szép buta vagy. Jó is, hogy jöttél. Most legalább nyugodtan beszélgethetünk erről a házasságról. Na gyere szépen, levetjük a kabátkádat. Így né. Én a te barátod vagyok. Te pedig az én. Az én. Az én. Én az én téli kabátom meg itt maradt. Az az ostoba inas a tiédet adta rám. Mi az? Én már mindig a körülött, amikor te nőket becsúsztál. Micsoda? Női szabónál vagy? Hát még ez is te. Na, ezt szépen elintézted. Hát ha ezt köszönet, akkor szívesen. Behozatom a kabátodat, nem tartóztatlak. Haj, leszakadt az akasztója. Az inasod most várja. Majd, ha kész lesz, behozza. Te. Ez borzasztó volt. Mi? Hogy ez az asszony hogy belekapaszkodott az ura karjába? Menekült valami elől? Csak nem azt akarod mondani, hogy előlem. Mondd, édesem, jó hülyének lenni? Hát más egy életen keresztül küzd egy ilyen asszonyért. Te meg találod. Ez talált kincs. Éppen, hogy nem talált kincs. Tavaly ősszel, szeptember 6-án. Még a dátumot is megjegyeztem. Hátborzongató történet esett meg velem. A nyári ruháimat eltettem. Vettem elő az őszieket. És öltözködés közben az egyik őszi mellényem zsebében találtam egy aranyat. Amely ott lapult ki tudja mióta. Ennyi mondom, talált kincs. Nézegetem, forgatom, vajon mikor felejtettem a zsebembe. És ahogy így nézegetem, egyszer csak kiesett a kezemből. Elgurult valahová. Lehajoltam utána, kerestem, de nem találtam sehol. Idegessé tett, hogy így nyomtalanul eltűnt. Kutatom, nincs. Kerestem fél órát, háromnegyed órát, semmi. Most már bántott. Most már hajszolt valami. Most már a fogamat összeszorítva dűvel kerestem. Észre se vettem, hogy bútorokat göntek fel. Nincs. Akkor behívtam az inast. Kerestük együtt estig. Már csurgott rólam a veríték, remegett a kezem az izgatottságtól. Éreztem, hogy meg kell találnom ezt az aranyat, de hiába volt minden. És akkor hirtelen felugrok, és rákiáltok az inasra. Te megtaláltad, gazember, és zsebre vágtad. Erre az inas dübe jön és gorombán felel. Én meg akarom ütni. Neki villan egyet a szeme, és előkapja a bicskáját. Én a revolveremhez nyúltam. Ezzel a revolverrel, látod? Ezzel a revolverrel én majdnem embert töltem egy aranyért, amiről nem tudtam. Amit találtam, ami nem kellett, de ami abban a percben, hogy volt, megvolt, az enyém volt. Én a talált pénzt borravalónak szoktam adni. Én is annak akartam adni, de elgurult. Ez az a sál, ami ezen az édes mellém volt. Olyan a melle, mint egy kis párna. A szeme, mint az alvó parázs. Mint a fátyollal letakart gyémánt. Megbolondítasz, tragédiát forrasz, romlásba viszel, ne beszélj! Megint félsz, takarékoskodsz. Pedig az élet csak akkor kincs, ha pazarolják. De miért mondod ezeket? Hogyan? Miért? Ki küldött téged? Senki. Itt vagyok. Nem. Érted? Nem. Nem kell a talált arany. Évekig jártam körülötte. Majd csak elmegyek mellette most is.
És ha elgurul, ha elviszi valaki más. Kicsoda? Én. Te! Ma este. Ma éjjel, egy éjszakára az enyém lesz. Úgy fogok játszani vele, ahogy akarok. Oda jön, ahova viszem. 6000 év óta nem volt ilyen szerető. Mit mondtál? Szeretőm. Úgy fog hajlani, ahogy hajlítom. Na, gyere el ma este, oda, a szalonnyába, a csillárja alá, a parfümbe, a meleg lélegzetek közé, és nézd végig, hogyan szédül el egy asszony, mire hajnalodik. Elég! Na, akkor jössz majd te is. Szaladsz a kincsed után, és minden órában, amiről nem tudod, hogy hol töltötted, nálam volt. Látsz a ligetben egy lefüggönyözött kocsit. Megdobban a szíved, vajon kik ülnek benne? Tudod kik? Mi ülünk. Az utcasarkon két összebújt ember surran előled, megjegysz? Kik voltak ezek? Mi voltunk, és minden kocsiban mi ülünk. Minden sötét utcában mi osolunk ketten. Minden függöny mögött, ahol hirtelen elalszik egy lámpa, mi öleljük egymást, és kinézünk rád a forró szobából a te bad, szerelmes, szomorú sápat arcodba, a te ijedt szemedbe, és összebújunk, és nevetni fogunk rajtad édesen, melegen. Elég volt! Nevetni fogunk rajtad, te szomorú ember, te alkalom elszalasztó. És ő fog jobban nevetni, édesen, sikoltozva, mint akit férfi csiklan. Elég volt! Mint akit férfi csiklan. Elég volt! Látod, fiam, hozzányúlsz, te is talált aranyért ez a revolverhez. Nos, véget ért az első felvonás, amiben megismerkedhettünk a főbb szereplőkkel és azzal a konfliktus lehetőséggel, ami a következőben jobban kidomborodhat. Vannak hölgyek, vannak urak, vannak szerelmesek, vannak házasok, és az ördög az nem alszik.